Folyamatosan migránsok jelenléte Horgos környékén, az illegális bevándorlók mostanában legtöbbször a Horgos-Röszke kishatár melletti egykori üzleteket foglalták el, itt töltik az éjszakákat. A Horgos-Röszke közúti határátkelő közvetlen közelében több tucat migráns tartózkodik. Az illegális bevándorlók itt pihennek és szárítják a ruháikat. A migránsok délutánonként Horgoson is megjelennek, a településen legtöbbször élelmiszert vásárolnak. I am 6 months in the Serbia and first in period camp. Before I come Belgrade, after come here Horgos. I want to go Europe for good country. Here is not for life is not good. A helyiek annak ellenére, hogy az elmúlt években megszokták az illegális bevándorlók jelenlétét, még mindig félnek tőlük. A horgosiak attól is tartanak, hogy a migránsok is terjesztik a koronavírust. Mindig este felé, 5 óra felé jönnek bevásárolni, és akkor minden bolt tele van velük, és akkor nem nagyon mersz be sem menni, mert azért fertőzők is, vagy nem tudjuk azért, hogy mi lakik bennük. Tehát lehet, hogy ők immunisabbak, mint mi, úgyhogy nem mondhatok semmi jót, csak elképzelhető, hogy rosszat. A migránsok fokozódó jelenlétét támasztja alá a Magyar Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása is, miszerint az elmúlt héten mintegy 500 migráns tartóztattak fel és kísértek vissza a határhoz a rendőrség és a katonaság egységei.